Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, ez a világ zsidó szemmel, és a háttérzaja, amit hallanak, az egyenesen az ígéret földjéről jön, a szél susogása kiküldött munkatársunk mikrofonjába behallatszik, aki nem más, mint Cseres Attila. Szia Attila! Kezdjünk akkor a kiküldött munkatársal, a média mogullal, akkor... Most nem média mogul, most nagypapa. Igen, mint nagypapa, ahol nagyon találó módon Kardos Péter főrabbi azt mondja, hogy kapcsoljuk karanténiát. Karanténiát ismerjük a mesékből. Na mi újság karanténiába? Hát örömmel jelentem, hogy kiszabadultam a karanténból. Mert itt az a szabály, nem tudom, múlt héten mondtam, hogy aki belép Izrael földjére, akár izraeli, akár nem, akár be van oltva, akár nem, ahogy kilépett a repülő ajtaján, kap egy e-mailt, hogy 14 napos karanténban van zárva. Ezt én is megkaptam, de viszont egy hét után egy ingyenes PCR teszttel ki lehet szabadulni belőle. És mi van, hogy a PCR teszt viszont csak autós lehet, tehát el kellett autóznunk Akkóba. Tehát az a lényeg, hogy nem szállhattunk ki az autóból addig, amíg meg nem csinálták a tesztet, és akkor megcsinálták pénteken a tesztet, és szombat este megkaptuk az e-mailt, hogy kiszabadultunk a karanténból a gyerekem meg az. És akkor levették a lábadról az elektronikus jelzőt, vagy el is felejtették rátenni? Hát itt nincsenek ilyen jelzők, ugye a Pegazus korában azért az ember óvatosan fogalmaz, hogy mit tudnak, mit nem. Azt azért elmondhatom, hogy elképesztő profin összetalálkoznak az információk itt, tehát itt minden QR kóddal meg applikációval megy, tehát soha nem kellett semmit kitöltenem így kézzel, mint otthon. Mert nem feltételezik, hanem, hogy írástudó vagy. Az a lényeg, hogy bent a belügyminisztériumban, vagy az egészségügyminisztériumban, nem tudom, hogy hol tartják ezt nyilván, ott gyakorlatilag folyamatosan tisztában voltak azzal, hogy milyen állapotban vagyok, hogy karanténba kell lennem, stb. És az, hogy a helyzetemet megfigyelik-e, hát azt meg ki tudja. Az biztos, hogy most nem kellett külön helyzetfigyelő applikációt felrakni a telefonomra, mert egyébként a járvány elején tavaly itt Izraelben kísérleteztek ezzel, hogy mindenkinek kellett egy ilyen applikáció, és az még azt is megmondta, hogy a környékén vannak-e fertőzöttek, de hát sajnos azóta annyira elharapózott a járvány, hogy úgy tűnik, hogy ez már okafogyottá vált. Van esélyed arra, hogy például a harmadik oltást a helyszíned megkapd, amennyiben lejárt már a 4 hónap az előző 2 oltás óta? Vagy föl se ajánlották? Hát nem gondolom, hogy van erre esélyem, én nem vagyok izraeli állampolgár, nem is itt kaptam meg az oltásokat, és nincs meg a 4 hónap se, úgyhogy nem hiszem. És egyébként is ez a hadik oltásos dolog, ez azért még mindig tudományosan vitatott kérdés, úgyhogy én azért még várok ezzel egy kicsit. Értem. Mégis a nézők kedvéért, ha már nálad van a mikrofon, mondd el, hogy mi előzte meg utazásod előtt, milyen tortúrán kellett keresztül esni. Tehát nem csak azt mondták, hogy gyere, gyorsan körülmetélünk, hanem milyen folyamat vitt oda ahhoz, hogy belépést nyerhessél. Hát én ezt nem nevezném tortúrának, hanem egy nagyon, nagyon alapos és szigorú eljárásrendnek nevezném. Tehát aki be akar lépni földjére, és nem izraeli állampolgár, annak néhány próbát ki kell állni. Tehát az az alapeset, hogy lehetőleg ne jöjjön ide senki. Ami ugye... Ez természetesen az izraeliekre is vonatkozik. Nem. Azt mondom, tehát, hogy külföldiek lehetőleg ne jöjjenek ide, ezért az az alapeset, hogy nem, tehát külföldi nem léphet be Izraelbe, kivéve, hogyha elsőfokú rokon, ami gyakorlatilag szülőt, testvért, házastársat, illetve élettársat jelent, valamint méltányossági alapon hozzátartozó temetése, ilyesmi, de alapesetben nincs turizmus, tehát a turizmus teljesen ki van zárva, olyannyira, hogy például az én édesapám, ugye, aki dédpapaként szeretett volna szintén ide lát, neki elutasították a kérelmét, mert ő nem számít elsőfokú
rokonnak. Úgyhogy meg kellett szerezni a konzuli engedélyt, természetesen kellett PCR-teszt, és ki kellett tölteni még külön egy a belépés előtt egy ilyen online űrlapot, amit egyébként az izraelieknek is ki kell tölteni, és ezzel az űrlappal kap az ember egy QR-kódot, és azzal a reptéri váróban már meg kellett csináltatni itt a PCR-tesztet, ami nem ingyenes, a 100 shekelbe került, és azzal egy időben... Ha most a stúdióban lennél, és azt mondta volna, mondjuk a jól lakott napközis, hogy 100 shekel, akkor azt mondtad volna, de a nézők nem tudják, mi az a 100 shekel, tehát körülbelül hány forint ez? 100x100. Hát ez... Mit mondott a napközis? Körülbelül százszor száz shekel. Nem, mondjuk az 90 euró valamennyi. Egy euró az 5 shekel, akkor a százat elosztod 5-tel, és beszózod az euró árával. Na hát szóval nagyjából 9500 forint, 95 forint körül van a shekel jelenleg. Értem. Hát akkor most átadjuk a szót nem másnak, hanem a sokszorosnak, a főrabbinak, főkántornak, főnagypapának. Hogy van ez most? Hát írva vagyon, hogy legalább 3 zarándok ünnepe föl kell menni Jeruzsálembe. És ugye ez a zaránd, bármelyik zarándok ünnep is beleesik ebbe a különleges első ágú, egyenes ágú leszármazottba, akkor mi van? Hát az van, amiket az Attila elmondott. Egyébként amit az Attila elmondott, nekem azt jutatja eszembe, hogy amikor tüntetés van itthon, meg ellentüntetés, egy rendőrkordon általában az választja el egymástól a kettőt. És soha senki nem tudja, hogy ez a rendőrkordon az ellentüntetőket védi, vagy a tüntetőket védi. Na most így van az Attilánál is. Izraelben, ahol napi 2500 megbetegedés van, tehát lényegesen magasabb. De könnyű lejáratú. De igen, mivel ugyanannyi a két ország lakossága, tehát ott lényegesen magasabb a járvány, nem lehet tudni, hogy kit védenek. Az izraelieket védik a magyar turistától, vagy a magyar turistát védik az izraeli betegektől. Most bocsánat, hogyha itt tartunk, jegyezzük meg, hogy itt valóban hasonló a lakosság száma, de ehhez képest itt, hogyha jól tudom, 6800 halálos áldozata volt eddig összesen a vírusnak, annak ellenére, hogy itt már a negyedik hullámnál tartanak. Na most, mi történik? Jön a negyedik hullám, itt dörömből az ajtón, akkor te, mint Zugló földi helytartója, milyen döntéseket hozol? Pápával találkozás utántól vége a... Nem a pápával, én nem fogok találkozni a pápával, az országos főrabbi fog találkozni, és a mazsíz elnöke. De hát arról volt szó, hogy és a rabbi testület, hát nem. De miért tudnak ők lengyelül? De ez a pápa se tud lengyelül, úgyhogy teljesen mindegy. Te le vagy szerkesztőn maradva legalább két pápával korábban vagyunk. Egy pápának tudni kell lengyelül, így vagy úgy, de kell. Muszáj. A lényeg az, hogy jön a delta és jönnek az őszi ünnepek. Drukkolni kell, hogy ne találkozzon a kettő, de hát a jelenlegi több mint másfél száz fertőzött van két nap alatt itt most, tehát állandóan növekszik a fertőzött száma. Akkor, amikor te szeptemberről beszélsz meg az ünnepekről, én ugye fogyasztója vagyok az izraeli médiának, összesen 6 nap lesz, ami hétköznap szeptemberben, a többi mind ünnepek, meg szünet. Valamennyi ünnep hétköznapra esik az idén. De itthon nem lesz szünet. Hát a zsidó iskolákban, a zsidó intézményekben talán. Igen, de egy általában nem lesz szünet. Örülök, hogy a napközösünk felfedezte a magyar-spanyol viaszt. Ugyanúgy mondhattam volna lengyelül is, csak hát nem vagyok én egy pápa. Igen. Kardos főrabbi úr. A közlemény a következőképpen szólt. Pápa őszentsége találkozik a magyar kormány és a különböző egyházak képviselőivel. Amikor azt mondják, hogy és a rabbikarral, akkor abban a rabbikardó ennyi. Lehet, hogy még nem kaptad meg a meghívót. Tehát hogy érezni magát a nagyon pápa? Nagyon lehet, hogy nem kaptam a meghívót, de a általános protokoll, amit nyilvánosságra hoztak zsidó részről,
Heizler András és Fröhlich Róbert találkoznak. A Mazsihisz részéről én úgy tudom. Igen, de azt a Emich részéről nem hoztak nyilván, más nem hoztak. De hogy minden zsidó felekezet a progresszívek kivételével képviseltetek itt magukat. Miért a progresszívek hirtelen nem zsidók, vagy mi van? Nem, Géza ne politizálj. Jó. De én tényleg nem olvastam, csak a Mazsihiszt olvastam, csak a Mazsihisz képviselőivel találkozom. Én úgy tudom, hogy ott lesznek a többiek is, hiszen akkor mindenki, már bocsánat a kifejezésért, mindenki fel fog vonulni, és mindenkivel kezet fog fogni a Ferenc pápa, és mindenkitől meg fogja kérdezni. De azt hiszem, hogy ő kesztyűt hord, úgyhogy bízunk benne, hogy vigyáznak az egészségére. 2,5 órája lesz a misén kívül ezekre a protokoláris dolgokra, de te, aki pápa jártas vagy, mert nem csak jártál már pápán, hanem a pápánál így már van. Voltál, igen, és igen. A magyar zsidókat is átültetted az illetékes nyelvre, a lengyel nyelvre, ebből gondoltam, hogy ha már pápa tudja a lengyelül, mert a lengyel-magyar jó barát. Milyen déjà vu, mit hoz neked vissza? Milyen volt ez a találkozás? Tudom, hogy Schweizer professzor akkor már nem volt közöttünk, de Schweizer talált vele közös nyelvet. Landesmann beszélt neki a magyar zsidó oklevéltárról, de hát tulajdonképpen te voltál a hofmester, aki átültetted a nyelvről nyelvre az eseményeket. Mindahányszor ez szóba kerül azóta, ugyanazt tudom, hogy egy csodálatos volt a légkör, a találkozás, de mindenekülött az az ember. Tehát ő tulajdonképpen abszolút megérdemli azt, hogy szenté avatták már. Már most a másik János Pálról beszél. Abszolút. Azóta nem volt lengyel pápánk, ha jól értem. Abszolút. Mély nyomokat hagyott benne az emberség? Bocsánat, és a szóba került akkor a... Igen. Attila. A Titus által elvitt... arany menóra, az nem került szóba. Nem Attila, mert te nem voltál tagja a küldöttségnek, hál' Istennek. Nem került szóba, mert a légkör olyan volt, hogy ő volt az első, aki bocsánatot kért az összes bűnért, a pogrom, a középkor, a réget, mindent, a zsidóktól is bocsánatot kért, a katolikus egyház minden eddigi bűnért. Na most utána Jidisül beszélget a Schweizerrel, az, hogy mi van a Titus menórájával, ez lehet, hogy ennél a pápánál, vagy a német, ugye a Benedeknél is meg lehetett volna kérdezni, de nem a magyar zsidóknak nem mi vagyunk az első rendű partnerek ebben a Titus témában. Ha majd Izraelbe látogat, akkor megkérdezik tőle, bár nem vagyok biztos benne. Dafke, a kérdés az nagyon érdekes, és aktuális is, mert ugye Lengyelország után Németország is, mintha úgy döntött volna. Attila, velem vagy? Lengyelország után most Németország is, mintha úgy döntött volna, hogy további visszakövetelési lehetőségek az elrabolt kincsek iránt korlátozva lesznek a jövőben. Én személy szerint javasolnám, hogy kérjük fel a Pegazust, hogy nyomozza ki, hogy ott van-e a Titus menóra. Én nem tudtam, hogy a Pegasus így nevén is szólítható-e, hisz ő csak egy eszköz, amit működtet. Hát mindenki tudja, kiről van, vagy kikről van szó, vagy mikről van vagy szó. Talán miről van szó. Igen, inkább az, hogy miről, nem az, hogy kikről, mert belemünk, és akkor a Pegasusból lesz Pegasusovic, és akkor már is elkerülünk arra a témára, amit el kellene kerülni. Meg Pegasusovszki. Értem. Attila, gondolom a főrabbi úr válasza kielégített, és akkor azt szeretném tudni, hogy akkor most hogy készülsz a negyedik hullámra? Zimmeltek, zoomoltok, zimmenben csoltok? Egyelőre vagy? Nem, egyelőre zsinagógában vagyunk személyesen, és hát ahogy várjuk a fejleményeket, de hát hogy mondjam? Igaz az a hír, hogy az általad vezetett könnyomatos szerkesztőségbe csak maszkba lehet belépni? Nem csak a szerkesztőségbe, a hitközségre is csak maszkba lehet belépni, oltási bizonyítványokkal és így tovább. Hát persze tőlünk nem kérik minden nap el, de idegen ügyfél jön, az csak maszkkal és oltással jöhet be.
Értem. Tehát itt Izraelben már bevezették, hogy beltéren már kötelező ismét a maszk, ezt csak úgy hozzáteszem, és valószínűleg előbb-utóbb Magyarországon is ez lesz a helyzet. Majd a kiállítások és az események után. De az Attila még nem válaszolt, bár nem személy szerint kérdeztem. Tehát itt nem kötelező a maszk pillanatnyilag, ott igen. Erre ők nem engednek be innen embereket? Kit védenek? Hát meg utána Magyarország egy piros ország. A külföldiek. Bocsánat. Mondjad. Tehát általában a külföldieknek a beutazását korlátozzák, mivel ugye hát az a szakmai konszenzus, hogy kívülről, külföldről jön be a vírus, és ezért korlátozzák azoknak a beutazását, akik potenciálisan fertőzöttek lehetnek. Az izraelieket pedig arra próbálják rábeszélni, hogy ne utazzanak külföldre, de minél jobban próbálják őket rábeszélni, úgy tűnik, hogy annál többen mennek. Közel 45 ezeren mennek, és 25 ezeren jönnek vissza, aztán lehet, hogy kint maradnak egy kis karanténiába. Nagykövet úr! Megpróbálhatok válaszolni a rabbi úr kérdésére? Igen, persze, természetesen. Nekem az a véleményem, hogy az intézkedések, az izraeli kormány intézkedései az izraeli állampolgárokat védik, mert ez a dolga neki, nem az a dolga, hogy másokat védjen. De minden államnak ez a feladata, nem? Az egy dolog, de az izraeli kormánynak az izraeli állampolgárokat kell védeni, és szerintem ez az intézkedés ezt a célt szolgálja. Tehát ahol a legtöbb beteg van, azokat kell védeni. Nem a legtöbb beteg van, ez nem igaz. Hogy hát Magyarországról jönnek, nem. Ahol a legkevesebb... De a logika egyébként borzasztó egyszerű, mert azt mondod, hogy én a saját állampolgáraimról tudom, hogy hogyan, mennyire vannak és miként lettek beoltva, hiszen van egy nagyon jól működő rendszer, az Attila az előbb mondta. Most innen jöhetnek Magyarországról, lehet nálam kamu... De nem ez a lényeg, bocsáss meg. Tehát ez a biztos, hogy a sajátjait így védi. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az izraeli kormánynak az a dolga, hogy a saját állampolgárait védje. Hát minden országnak ez a dolga. Így van, ezért mondom, hogy ez az intézkedés. De hát a helyzet nem úgy néz ki, fordított a helyzet. De nem fordított a helyzet. Ebből a szempontból egyáltalán nem fordított. Még egyszer mondom, az izraeli kormány saját állampolgárait védi. És akkor egy szélsőséges kérdés. Halálos, fertőző kanyarójárvány van Izraelbe. Már minden második ember beteg. Magyarországon nincs. Erre nem engednek be magyar turistákat, mert védik a saját állampolgáraikat. Többek igen, között nem igen, akarják, hogy a turisták igen. Elkapják, vagy bármi esetben behozzak. A turistákat védik. Mindenkit védenek. A turistákat is védik objektíven, de nem ez a fő célja az intézkedés. Nem tudom, olvastátok, hogy a Pfizer már nincs olyan nagy toppon, mint a kezdetben volt. Ezt van. Mire alapozza a főrabbi? Hát, hogy már csak, nem tudom, 30-valahány százalékos a Delta ellen az a védettség. Érdekes, én 60 százalékos. Bocsánat, ez egy részigazság, és a részigazságok általában nem igazak. Ez a részigazság azt mondja, hogy 39%-os védettséget ad a fertőzés ellen. De ehhez mindig hozzá kell tenni, hogy viszont halálos áldozat gyakorlatilag nincsen, súlyos áldozat nincsen, mert vagy kevés van, mert a Pfizer megvédi. 6 hónappal az oltás után értendő, amit te mondtál, és 6 hónap után, 4 hónap után újra lehet oltani, mint a náthánál. Úgy kezdődött, hogy a Pfizer minden ellen, a mutánsok ellen véd. Így kezdődött. Bizonyos mutánsok ellen. Ez most is így van. Nem kerülnek, sokkal kevesebben kerülnek kórházba. Az jelenlegi adatok szerint 90%-ban véd a súlyos tünetek ellen, még most is, csak a 39% azt hiszem, hogy a nagykövet úr mondta, csak akadozott a vonal, hogy nagyon pontosan mondta, hogy a 39% arra vonatkozik, hogy vírus hordozó lehet az ember, de nem biztos, hogy megbetegszik. Akkor világosan fogalmazva, a Karikó professzorasszonynak nem csökkentek ezzel a Nobel-díj? Nem. Sőt, nőttek. Nem. Az Új Élet nevű általa szerkesztett újság címoldalán láthatjuk, éljük át újra azt, amiről tavaly lemaradtunk a 23. zsidó kulturális fesztiválról. Na, akkor te most mit mondasz, akkor hirdeted, hogy éljük át újra, mit élünk át újra, meg lesz tartva? Hát, én Mirce Hasém, hogyha a jó Isten is úgy akarja, meg lesz tartva. Allah segítségével. Jó, akkor ugorjunk nagykövet úrhoz. Nagykövet úr,
a helyzet fokozódik a világba. Ez igaz. A talibánok nehezen bírják ki, hogy nem ők diktálnak, és lehet, hogy most ők szeretnének diktálni. Hogy készül erre föl a világ? A világ úgy készül erre föl, hogy tulajdonképpen elfogadta azt, hogy, az Afganisztánban kormány által majdan ellenőrzött területeket a talibánok fogják ellenőrizni, ez nem egész Afganisztán lesz, hanem annak csak egy jó, csak idézőjelben egy jó része. Ugye mivel több évtizede próbáljuk meg ezeket az ilyen és ilyen hasonló eseményeket meggátolni Afganisztánban, de nem sikerül, egyszer rá kell jönni, hogy nem sikerült. De talibánok is vannak sokfélék, meg van ott sokféle nemzet, hogy lehet ezt az egészet koordinálni? Hát arról volt szó, hogy a repülőterüket majd a törökök megvédik, meg mi megvédjük, aztán lám-lám az elmúlt két nap folyamán a repülőtér már out of order, használhatatlanná vált, kapott két rakétát, nincs felszállás, leszállás. Bocsánat, legyünk egy kicsit pontosak, ugye a talibánok ebből a szempontból nem sokfélék, mert a talibánok pastunok alapvetően. A többiek azok nem talibánok, azok a talibánok által fenyegetett potenciális áldozatok. Na akkor nézzük, hogy kik a fenyegetettek, hányfélék. Hadd mondjam el, a kabuli repülőtér őrzéséről volt szó. A kabuli repülőteret nem érte rakéta találat, az a kandahári repülőtér, amire te gondolsz, és annak az védés, a megvédését soha nem vállalta a mostanában se a török, se a magyar, se más kormány. Én nem tartom kizártnak, hogy majd a kabuli repülőteret is fogja támadás érni, de egyelőre még nem érte, és pontosan ugye azért kellenének, ezen persze lehet vitatkozni a török és más erők, hogy ne is érje. Hogy kik a mások, ugye ott vannak másféle, elmondhatok egy pletykát. Azért, halljuk. Ugye vannak olyan tudományos kutatások, amik arra utalnak, hogy a pastunok igazából az elveszett 8. törzsnek az utódai. Na, ezt vártam, igen. Mi egy érdekes megoldás. Mit mondanak erre az etiópok? Érdekes, igen. Megoldás lenne. De minden út Jeruzsálembe vezet. Igen, hát így van. Én azt javasoltam itt a talibánok ellenfeleinek, vagy azt javasolnám, hogy akik szokták ezt a műsort nézni most is, hogy terjesszék nagy erővel, és akkor ezzel nagy problémákat lehet okozni esetleg a talibán egységben. Ugye vannak ott még, ugye vannak a hazarák, akik egy másik törzs tulajdonképpen, vannak tadzsikok, ugye a tadzsikok a tadzsik határ mentén élnek mindkét országban, és óriási nagy probléma, sőt Iránban is óriási nagy problémát jelentenek. Ugye ezért van az, hogy az oroszok, akiknek Tadzsikisztánban van egy nagy előrejelző állomásuk, csapatokat csoportosítanak át Tadzsikisztánba, és még arról is van szó, hogy esetleg az amerikaiak létesítenének ott bázist. Úgyhogy hát készül a világ arra, hogy mi lesz egy talibán uralkodás alatt álló Afganisztánnal, nem tudjuk. Ugye a talibánok igazából még sose uralkodtak igazából kormányon. Oké, ennyit előlegben, nagyon jó nekünk, ne folytass tovább. Nem olyan lesz, mint az iszlám állam? Tese? Azt kérdezte Attila, hogy ez nem olyan lesz, mint az iszlám állam beteljesülése? Hát igen, Attila, lehet, hogy nem nézte a rengeli pirkadatot, mert pont ezt mondtuk, hogy tulajdonképpen az egy ilyen korlátozott... Attila megálmodta, vagy lehet, hogy Jeruzsálemből is, illetve ő ott fönn van Galileában, onnét nézte. De még az is lehet, hogy ez a legvalószínűbb forgató. Oké, akkor lépjünk tovább. Vagy egyszerűen logikus. Igen, nekem is úgy tűnik. Van egy másik gócpont, úgyhogy maradjunk a gócpontoknál. Azeri és örmény összecsapások újból. Persze mind a két fél mögött valakik állnak. Ezek nagy hatalmak. Tulajdonképpen miről van itt szó? Hát ugye az azeriek és az örmények maguktól szoktak összecsapni, az nem szokott, nem kell hozzá. Nem lehet valami béke fenntartott, nem lehet a lelkükre beszélni? Hát a lelkükre beszélni az nagyon hatásos szokott lenni ezekben a konfliktusokban, de meg kéne próbálni. Segélyekkel támogatni és leszoknak az öldöklődésről? Nem szokásból öldökölnek, hanem ugye van egy évszázados ellentét az azeriek és az örmények között, ennek van egy vallási és egy kvázi nemzetiségi, etnikai háttere. Az elmúlt évben, nem egész egy évvel ezelőtt, ugye hosszabb szünet után volt egy komoly háború, amit az azeriek egyértelműen megnyertek.
nagy mértékben török, és tegyük hozzá kisebb mértékben izraeli támogatással. Ugye ez az érdekes háború, ahol a törökök meg az izraelik ugyanazon az oldalon álltak, és egymást támogatták. Ugye az örményeket igazából ugye az oroszok támogatják azzal, hogy orosz csapatok és támaszpontok vannak ott, de ebben a konfliktusban nem nagyon álltak ki az örmények ellen. Azt is hozzá kell tenni, hogy bárkit is szeretünk, az igazság az, hogy a konfliktus előtt Örményország tartotta megszállva Azerbajdzsán területének 20%-át, és még most is egy részét. Az Amerikai Egyesült Államok... És ne felejtsük el, hogy Izrael egyértelműen Azerbajdzsán kvázi szövetséges ebben a konfliktusban. Hát most éppen meg is nyitották érdekképviseleti irodáikat. De tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok és több ország elismerte az Örményországgal történteket, mint népirtást. De ez két különböző dolog, amit elismertek népirtásnak, az több mint 100 évvel ezelőtt volt. Itt most. De az előbb mindent. Arról beszéltél, hogy ez több száz éves ez az ellentét. Én csak mondom, közül. Hogy nem a mostani háborút ismerte el népirtásnak. És ez nem az azeri örmény konfliktus volt, hanem ezt a törökök csinálták. Török-örmény konfliktus. Gyerekek, én értem, miről beszélek. Én azt szeretném, hogy a nézők is értsék. Azért magyarázzuk, nem neked magyarázzuk. Nem neked mondjuk, mert... Tudod, ez a menyemnek mondom, vagy fiamnak mondom, menyem is értse. Értem. Nagyon jó. Hát akkor ezzel beharangoztuk a hamarosan képernyőre kerülő külpolitikai szemlét. Mert Afganisztánnal. Afganisztánnal, de utána lesz még valami, nem? Nem Afganisztán lesz, és lesz hozzá Pakisztán egy kicsit még. Mert jó, ha van Pakisztán is. Na, nézzük, hogy akkor mi történik a jól lakott napközis táján. Keressünk neki egy neki jól álló hírt. Mi történik a Tórában ez időtájt? Teljesen kitört a béke. Milyen szakaszokról beszélgetsz a főrabbi úrral? Mert olyan szépen csendben úgy elfolytok, úgy alszotok, nem hallunk. Hát mindez azért van, mert nem nézed az egyik adást sem, mert kifejezetten jókat beszélgetünk. Bocsánat, ő csinálja az adást, nem nézi. Ő nem az adást csinálja, a műsort csinálja, de azt állandóan. De mindegy. De ugyanakkor nem szoktam azt mondani, hogy proletár becsület szavamra, mint te, valami teljesen abnormális környezetben, de hát kinek a proletár, bocsás, nekem a kisdobos becsület szavamra. Az abnormális környezet az a stúdió maga, mert én nem gondolom, hogy ez egy abnormális környezet lenne. Na, igen. Na jó, visszatérve. Természetesen tisztában vagyok, hogy azzal, hogy milyen heti szakasz fognak most szombaton felolvasni a zsinagógákban. Erről fogunk beszélgetni. Átkozunk, áldunk, lesz minden. Úgyhogy izgalmas lesz. Nem egymást. Röé heti szakaszát olvasni. Akkor semmi bőjt, semmi szomorúság. De miért lenne bőjt? Hát örüljünk neki, hogy most ehetünk, hiszen egyél és jó. Ugye most lehet enni, teljesen rendben vagyok. Visszatérve, ez nagyon szórakoztató volt az előbb, hogy akkor ezek szerint jól hallottam a nagykövető szavaiból, hogy most már kiderült, hogy tényleg mindenki zsidó? Ezt én ilyen nem mondtam már, bocsánat. Hát attól függ, hogy veszük vagy eladjuk. De hát ez azért az etiópoknál sem volt ilyen egyszerű. Attila, sok etiópot látsz napjainkban Izraelben? Most láttam egy dokumentumfilmet, hogy már van etióp táncolének, ez szépségkirálynő, sőt, miniszter. Nagyon komoly katonai tisztségeket és miniszteri rangot is betöltenek. Akkor úgy néz ki, hogy újabb alija kinézőben. Hát az az igazság, az a 13. törzs volt, ez hányadik törzs? 8. volt. Itt valami számszaki probléma. Lost tribe, az elveszett. Nem, ezt ne keverjük az elveszett törzseket az etiópokkal, ez egy külön szakmai kérdés. Na mindestre a hétköznapi életben, hát én a karantén miatt ugye eléggé korlátozottan láttam itt embereket, de amióta kiszabadultam, azóta voltunk városba kvázi, meg hát ugye Akkóba is jártunk, és például ott a PCR-teszt kiszolgáló személyzeténél ott, hogyha jól emlékszem, akkor pont aki vette tőlünk a mintát, ő pont egy ilyen etióp, nagyon szép fekete hölgy volt.
Akkor városában láttátok a polgárháború nyomait, ami az elmúlt időkben volt, vagy már minden helyére állt? Hát azért az enyhe túlzásra a polgárháborúnak nevezni az, hogy hát voltak kisebb, szélsőséges csoportok, amelyikek... Emberéletet követett, és az anyagi károk jelentősek voltak. És nem de igazából nem, na, magunk között szólva ezek nem voltak annyira jelentősek, tehát itt néhány száz emberről volt szó, nem akarom a jelentőségét csökkenteni, csak azt szeretném, hogyha nem is túloznánk el ennek a dolognak a jelentőségét, nem tömeges jelenség volt. Nyilván akkornál azért kérdezted, mert ugye akkorban a lakosságnak a többsége arab nemzetiségű, és ott valóban voltak ilyen villongások. Mondjuk fölgyújtottak egy szállodát, ami tele volt vendégekkel. Mondom, ennyire részletesen nem láttam. Viszont ezt annak idején programnak hívtuk. A nézők figyelmét itt egy kis rekláma hat hívjam fel a péntek reggeli kis bejelentkezésemre, mert ott részletesen elmeséltem, hogy milyen érdekes helyen vagyok most. Ez egy ilyen közösségi település a Galilban, és ott Kende Péterrel beszélgettünk arról, és neki elmeséltem részletesen, hogy ez milyen érdekes közösség. Igen, nem is kérdezett arra rá, hogy te azt mondtad, hogy 600 család részére és 176 család lakik. Hát még csak 120, ennyien vannak. De hát hol vannak a többiek? Hát lakáshiányba szenved Izrael. Finnországban, mint Lenin. Igen, hát akkor ezek szerint te megnézted az adást. Tehát én figyeltem, mint Castro. Ezt a települést, ami közösségi település, ezt a 80-as években amerikai aliázók alapították, és már akkor elhatározták, hogy itt a környéken egy 600 családnak szóló települést fognak felépíteni. De ez egy hosszú távú elképzelés, több évtizedes plán. 80-as évektől, tehát közel 40 esztendő. 40 esztendő alatt egy országot föl lehet építeni. De ennek ellenére itt jelenleg 120 család él, és ami még érdekes, egyébként többségében már izraeliek, tehát szabrék élnek itt, tehát nem csak aliázók élnek itt, de ami az érdekessége, hogy ennek a településnek reform zsinagógája, a progresszív zsinagógája van, női rabbival, és a nőket... Női rabbival? A rabbi feleséget celebrálja az Isten tiszteletet? Vagy hogy nem értettem? Nem rabbi néz, rabbi nő? Női rabbi. Ez azért érdekes, mert otthon ugye nem hallunk erről, tehát otthon csak arról hallunk, hogy árediek vannak, meg szekulárisok ebben az országban, és hát úgy tűnik, a saját szememmel látom, hogy léteznek ilyen települések, hát persze itt a ritkán lakott Galilban fordulhat ilyen csak elő. Töltsük meg a Galilt, lakjuk be a Galilt, ime van ott még bőven hely, hisz összesen 120 család él. De komoly felvételi van, tehát nem ugyanúgy csak úgy oda megyünk, hanem komoly felvételi van, azt mondja az Attila. Tehát az annyit jelent, hogy progresszív zsidónak kell lenni? Nem, egyáltalán nem. Tehát nem vallásból vizsgáztatják az embereket, de a lányomék itt bérelnek egy házat, és mielőtt úgy döntenének, hogy itt örökre letelepszedek, előtte bizony egy ilyen bizottság előtt különböző kérdésekre kell válaszolni, hogy hogy élnek, mire számíthat tőlük a közösség, úgyhogy nagyon szigorú feltételei vannak. Lelkileg készüljél föl, kérdések özenek következik Kardos Péter főrabbitól. Attila, egy tudományosnak álcázott kérdés. Izraelbe, ahol a világ minden tájáról, kivéve Vatikánból érkeznek zsidók, ott élnek, feketék, sárgák, fehérek. Hallottál-e valami olyasmit, hogy van olyan réteg, amelyeket a járvány nem érint? Hát nem. Jó, köszönöm. Hát a beduinoktól kezdve mindenkit érint. Értem, csak próbáltam. Jó, én maradnék azért egy pillanatra. Ez a felvétel, ez ugyanolyan szigorú, mint a kibucokban, ahova elmegy az ember a gyerekeivel, a gyerekei jók, de a felnőttek problematikusak, és aztán mindenki kérdezhet tőle, vagy hogy megy ez? Igen, nagyon jó ez a kérdés. Valóban, tehát tulajdonképpen ez egy harmadik közösségi település forma. Ugye Magyarországon a kibucokról mindenki hallott, a mosrávokról talán kevesebben, az is egy ilyen közösségi, gazdasági közösség. Mezőgazdasági. És ezt, ahol most vagyok,
ezt a közösséget azt különbözteti meg az előbbiektől, hogy itt nincs gazdasági érdekközösség, tehát itt csak idézőjelben, csak együtt élnek az emberek, de nem vállalkoznak közösen. Pedig igen, nagyon hasonló a kiválasztás és a vizsgálat. Nem elsősorban ideológiára kíváncsiak, hanem elsősorban arra kíváncsiak, hogy a közösségben mennyire vállalnak felelősséget majd az itt élők, hiszen mindig hangsúlyozzák, a tegnapi ilyen beszélgetésen is kihangsúlyozták, hogy teljesen magukra vannak utalva, tehát itt semmi nincs az államtól, tehát hogyha itt kell építeni, a csatornát kell építeni, azt a helyi lakosoknak kell megoldani, illetve a környéken nagyon sok arab település van, és amikor ilyen villongások vannak, akkor bizony meg kell oldani a biztonsági kérdéseket is, és azt és itt helyben oldják meg. Erre kíváncsiak ezeken a vizsgálatokon, hogy a közösségbe vajon jól be fognak-e illeszkedni, mert hát természetesen nyilván korosztály és életmódbeli részletek is. Hány zsidó temető van ott? Ez is egy nagyon jó kérdés. Ösztön megmondom, nem tudom, azt hiszem, hogy ennek a településnek konkrétan nincsen zsidó temetője, hanem van itt egy ilyen nagyobb municipalitás, egy ilyen nagyobb önkormányzati egység, és azt hiszem, hogy azoknak van zsidó temetője. Hány mikvéje van a településnek? Rituális fürdője? Nem értettem. Van-e rituális fürdője a településnek? Van-e rituális fürdője, mikvéje a településnek? Mert ebből sok minden kiderül. Mivel eddig karanténban voltam, igazából csak kívülről tudtam megtekinteni a zsinagógát, úgyhogy nem láttam, hogy van-e mellette rituális fürdő, de mivel progresszív zsidó közösségről van szó, nem vagyok benne biztos, hogy van. Attila, ezek nem fizetnek adót? Adót nem fizetnek? Dehogy nem. Halló. Adó. Már milyen adóra gondolsz? Hát amit minden országban az emberek fizetnek adót. Azért tűnik fel, mert azt mondta, hogy mindent maguknak kell megcsinálni. Ami elromlik, nekik kell, ha elromlik, nekik kell felépíteni. Adó nincsen, hogy abból az állam is valami segélyt adjon? Hát ugyanúgy fizetik az adót, mint mindenki más, és a településhez vezető út, meg a közszolgálatok, ugye, amiket használnak az emberek, az, hogy idáig eljön a víz, meg ilyesmi, ezt gondolom az adót, de azért ennyire részletes. Oké, Attila, köszönöm. Akkor most a búcsúzás pillanatai jönnek. Pár tőmondatban a napközisünk, aki idáig hallgatott, és maximum óra alatt sikerült neki egy-két megjegyzést tenni. Mi várható tőled a héten? Pezsegve fogod-e reggel a vendégeket fogadni? Szerdán és pénteken, ha kérdezed. Ugye? Szerdán és pénteken. Igen. Fogom fogadni a vendégeket. Ami történt még, az, hogy végre megnézhettem, megfogdozhattam kicsit a fejét, a kezét a lányomnak. Nagyon jól néz ki. Most ugye hazajött Angliából. Tehát nem egy újszülött gyerekről van szó, hanem már majdnem felnőttről. Nem, megnéztem magamnak. Ő még karanténban? Nem. Tele van negatív teszttel, úgyhogy ő most nagyon boldog. Megtudtam végre, hogy milyen szakra fog járni az egyetemen. Kicsit elájultam, de hát hiába ezt a mai... Áruld el nekünk is, hogy mit fog tanulni. Kriminalisztikát. Hát Angliában ez most egy mezőszakma lesz. Nem, tehát szórakozik, nem képzelem el a gyerekről. Visszatérve, jó lesz, érdemes lesz nézni szerdán is, és pénteken is a beszélgetéseket, a vendégeket. Befejeztem volna, mint ahogy természetesen ma is érdemes volt, meg kedden is, meg csütörtökön is érdemes lesz. És hát pénteken egy nagyon jó ízit fogok beszélgetni a főrabbi úrral, ezt már előre sejtem. Én rajtam nem fog múlni, hogy kiváló legyen. Meg velem is. Hát, ja, és ráadásul ugye pénteken a 9 óra előtt az Attilával még egy kicsit körbe fogjuk járni ezt a települést, hogy mi ez, amiben... Attila, lelkileg készülj föl rá, mert millió kérdése lesz. Előre tudni szeretnék, hogy őt miért nem választanák be ebbe a közösségbe. Mert mondd én nem meg szeret... neki azért, mert zsidó, meg szőrös, meg enyém barna. A Woody Allen megmondta Zenny Holm, hogy én nem szeretnék ahhoz a
klubhoz tartozni, amelyik engem fölvenne tagnak. Oké. Okay. Itt nagyon sok szőrös, sötétbőrű zsidó van. Akkor talán reményed van, de Budi Alem megmondta, hogy nem mész oda, ahol a fölvennek. Nagykövet úr, mit szólsz ez az egészhez? Megtaláltad a törzset, még nem biztos, hogy Attila elfogadta a törzset, a Péter semmit nem fogad el. Főrabbi úr mindenre békés áldását adja, csak ne ő hozzájöjjenek imádkozni. Mit szólsz az ötlethez? Nagyon jó ötletnek tartom egyébként. Egyébként nagyon jó, alá lehet ásni a potenciális ellenségnek az egységét, az egy jó dolog. És akkor nem beszéltünk a Közel-Kelet legnagyobb problémájáról, a vízhiányról, meg a vákumokról, úgyhogy van itt éppen. Ez a legnagyobb momentán, ezt nem tudom, de biztos nem a legakutabb, bár elég akut, én inkább Iránról, nekem mindenről Irán jut eszembe, de... Én nekem meg az izraeli kereskedelmi hajók, amit most már kiderült, hogy tényleg az irániak robotja akkor okozta, egy román és egy angol hajós tiszt halálát, izraeli tulajdonban lévő, nem tudom én milyen, zászló alatt hajózó tankerhajóról van szó, és ezt nagyon komolyan veszi az izraeli biztonsági kabinet is, és tanácskoznak az angolokkal is, és a románokkal is, meglátjuk az eredményt. Főrabbi úr, te optimistán nézed a világot, elmúltál már 80 éves, előtted a jövő, mi mögöttünk csak a múlt. Mit vársz azon kívül, hogy hamarosan zimzumolhatsz újból? Kérlek szépen, én azt várom, hogy a elmúlt héthez hasonlóan ezen a héten is csak a heti szakasz érje el az inger küszöbömet, semmi más. Az Attiláról még nem tudok leszállni az Attiláról. Azt mondtad, hogy sok szőrös, sötét bőrű van Izraelben. Gondolom, ugyanannyi szőrös, fehér bőrű is van. Ha itt egy fodrász borbé aliázni akar, rábeszélnéd, hogy kint megélne, mint fodrász? Ne. Attila, válaszodat várjuk. Azt gondolom, hogy a Tel Avivban biztos, hogy jól megélne. Szőrös, na de hát szőrös. Nem Medinát Tel Avivról beszélünk csak. Ebből néből Rákba például, ahol horogkeresztet festettek a zsinagógákra. Hát ezek legalább, ezek járnak fodrászokon. Mit azt írta a Neokon ma reggeli beszámolójába? Illetve hozta a hírolvasókhoz. Tehát azt gondolom, azért az ortodox településeken is megélne, lehet, hogy ez valamilyen provokatív kérdés volt, de hát tulajdonképpen a paróka készítés például az nagyon jó szakma, és azt hiszem az nem áll távol a borbétól és a fodrásztól. Nagyon jó, kiváló zsidó válasz volt. Kedves nézőim, Attilának is meghagyjuk azért a búcsú szavait, igen. Hát én azzal búcsúzom, hogy még pénteken ugyanígy online bejelentkezem Péternél, hogyha minden jól megy, hogyha Isten is úgy akarja, és jövő hétfőn pedig remélhetőleg élőben elszínen. És remélhetőleg élőben viszont látunk. Annak reményében, hogy hamarosan megkezdődik a 23. Zsidó Kulturális Fesztivál, amit éljünk át újra, hát ha tavaly nem éltünk át, akkor most éljünk a tavaly előttit újra, meg aztán jön a zsimű is, meg fesztiválok, fesztivál hátán. Ezen kívül lesz itt a világon minden, de ne felejtsék el, a heti televízió is itt van önökkel a nap 24 órájában. Legközelebb például velem holnap reggel a Pirka, holnap még csak kedv van, igen. Holnap velem találkoznak Nemkende Péterrel a Pirkadatban. Ne felejtsék el, építő jellegű véleményüket nyugodtan írják meg. Lehet velünk egyetérteni, nem egyetérteni, mi azért vagyunk, hogy ne legyenek egyedül, és természetesen, hogy befolyásoljuk, a legfrissebbet, a legmegbízhatóbb forrásból hozzuk önöknek, aztán önök vagy fogyasztják, vagy nem fogyasztják. Bízunk benne, hogy azok, akik hirdetni akarnak nálunk is, elhiszik, hogy mi vagyunk a legmeghatározóbb televízió. Szerte a világon mindent néznek, mint például ezt a műsort is a világ zsidó szemmel. Most halkítsák le készülékeiket, búcsút vegyenek vendégeinktől, Seres Attilától, aki az ígéret földjéről jelentkezett be, Galileából. Vagy itt van Kardos Péter, a zuglói főrabbi,
és a főszerkesztő és a főnagypapa. De itt van velünk Gyarmat István nagykövet is, illetve itt volt, még van, egyetemi tanár és természetesen biztonságpolitikai szakértő. És M. Kende Péter is itt tündököl a Jó lakott napköz is. Pénteken velem azért nem találkoznak itt, mert majd a Hírtelevízióval találkoznak velem a plusz-minuszban. Ennyi a reklám helye. Köszönjük, hogy velünk voltak, tartsanak továbbra is velünk, csak egy picit halkítsák le, hogy hallják, hogy a szomszéd is ugyanezt hallgatja-e. A viszontlátásra.